Sziasztok! A ma esti újdonság érkezik videónak az is lehetett volna a címe, hogy a Panda, a Pepsi és a Coke, hiszen három új modellt fogok bejelenteni nektek, illetve a bejelentéssel megtörtént néhány nappal ezelőtt, most csak továbbítom felétek a YouTube csatornánkon keresztül is. Szóval nem telik el az év végem úgy, hogy ne kerüljön még egy újdonság bejelentésre, egy olyan újdonság, ami még az idei évben a boltokba is kerül, és ezek a legújabb Solar kronográfos modelljeink, aminek konkrétan SSC 911, 913 és 915 lesz a cikk száma. Tartsatok ma is velem, elmondom nektek a legfontosabb információkat erről az új sorozatról. Ahogy a bevezetőben is már említettem nektek, még egy utolsó olyan bejelentésre került sor az idei évbe, amely modellek még karácsony előtt a boltokba fognak kerülni, és talán ez lehet az egyik legsikeresebb is ezek közül, hiszen egy olyan sorozatot frissített fel a Seiko, ami már korábban is nagy sikernek örvendetett, azonban most ez nem csak egy retro dizájnnak az újrakiadása, hanem ennek a kicsit retro érzésnek egy frissített változata. Én speciál ezeket a modelleket egy picit jobban szeretem, mint amikor egy az egybe egy régi kiadást a legújabb szerkezettel jelentetnek meg, simán és egyszerűen. Most azonban pont annyira nyúltak hozzá a vonalvezetésekhez, amivel még az ember azt az érzést kapja meg, hogy ez egy kicsit frissebb, a mai kornak megfelelő kialakítású modell, de ránézésre is benne maradnak az óráknak az eredeti DNS-ei. Ez a modellsorozat minden bizonnyal sokaknak a kedvelt kiadása lesz, hiszen nem épít különösebben nagy dolgokra. Gondolok itt arra, hogy például egy kronográf szerkezet került bele, amit általában mindenki vagy nagyon sokan szeretnek. A kronográf funkciót ma már kevesen használják, mégis a számlapon megjelenő három segédszámlap kellő intenzitást ad az órához, hogy ne legyen annyira letisztult, mint egy sima hárommutatós változat. Ennek a három modellnek a színvilága a becenevükre utalva is már könnyen kitalálható. A 911-es, ami Panda névre hallgat, egy világos számlapot kap, ami jelen esetben egy picit talán ilyen ezüstös színű lesz, és ezek fölött van a három sötét segédszámlap. Az a segédszámlap, amik közül a 9 óránál található a pontos idő jelzéséhez szolgáló másodpercmutató, 6 óránál található a stoppernek a percszámlálója, ami jelen esetben 1 órányi időtartamot tud számolni, a jobb oldali 3 óránál található segédszámlapon pedig egy 24 órás mutatót találunk. Nagyon kevesen tudják, hogy ezekben a stopperes szerkezetekben a központi nagy másodpercmutató az a stoppernek a másodpercmutatója, és nem pedig a pontos időnek a másodperceit számolja. Szóval a 911-es Pandát követően a 913-as a Pepsi névre lett keresztelve, ami abból fakad, hogy a kék számlap mellett, vagy kék számlap körül megjelenő rámán a 12 és a 3 óra között egy piros ív található, és a 3-tól a 12-esig pedig egy kék ív. És akkor nem nehéz kitalálni, hogy a 915-ös, ami Coke névre lett keresztelve, az annyiban különbözik a Pepsi-től, hogy ahol a Pepsi kék színű, ott a kóla sötét színű, fekete, és a sportórákra jellemzően a piros és a feketének a kontrasztja jelenik meg ezen a modellen. Mind a három modell nemes acéltokkal és csattal készülnek, háromrészes biztonsági nyomógombos zárral. Az óra tokja fölött egy hajlított zafírüveg található, és ez a hajlított zafírüveg belülről kapott egy tükröződés csökkentő bevonatot is, ami a mutatók leolvashatóságát tovább könnyíti. Azonban, amikor nincsen elég fényünk, akkor sem kell kétségbe esni, hiszen ezek a sportmodellek gazdagon díszítettek Lumibright elemekkel. Mind a vastagabb négyzet alakú indexek, mind pedig a perc és az óramutató egy nagyon erős Lumibright bevonatot kapott. Amint a modellek megérkeznek, természetesen egyből kézbe fogom venni őket, és elkészítem a szokásos hétfő esti időpontban megjelenő kézre felváltozatot is, és megmutatom nektek, hogy ezek a modellek hogy állnak a csuklómon. Már csak azért is vagyok nagyon kíváncsi ezekre a számokra,
mert a korábban megjelent hasonló 38 és feles tokmérethez képest ezek az órák már túlnyúlnak a 40 mm-en, egészen pontosan 41,4 mm-es tokátmérővel fognak készülni, 13 mm-es tokvastagsággal, és amit számomra talán a legnagyobb érdeklődéssel várt, az pedig a tokfül távolsága lesz az órának, ami mindössze 45,9 mm a leírások szerint, és ettől én azt várom, hogy ez az átlagosnál is egy picit kisebb méretével még kényelmesebb viseletet fog biztosítani. Ahogy megszokhattátok, a videó végén az ilyen bejelentésekkor mindig elmondom a várható fogyasztói árát, ami jelen esetben mind a három modellnél 295 000 forintot jelent. Ezek a modellek várhatóan december elején kerülnek a boltokba, azonban azt javaslom, hogy tüzetesen nézzétek át a fotókat, és hogyha ezek a modellek tetszenek számotokra, akkor keressétek meg a hozzátok legközelebbi Seiko partnerünket, vagy akár gyertek el a Seiko butikba, és jelezzétek az érdeklődéseteket ezzel az órával kapcsolatban, hiszen egyszer lesz lehetőségünk az első szállítmánynak a beérkezésére az idei évben, és aki erről lemarad, annak legközelebb vagy januárba, vagy pedig csak februári beérkezéssel fogjuk tudni kielégíteni az igényeit. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor egy lájkkal legyetek szívesek jelezni, iratkozzatok fel a Seiko Boutique Budapestnek a YouTube csatornájára is, hogyha nem tettétek volna meg, akkor töltsétek le az applikációt, vagy akár a hírlevélekre jelentkezzetek, hogy minél előbb és minél hamarabb megkaphassátok a legújabb híreket. Hogyha pedig itt a videó alatt a csengőre kattintotok, akkor pedig a YouTube-nak fogjátok jelezni, hogy a következő videóról is szeretnétek értesítést kapni. Sziasztok!